akik az igazság szolgáltatásában állnak helyt, egy olyan mély titokkal találkoznak, mely során nagyon sokan egy elkövetett tettük után döbbennek rá, hol hibáztak az életükben, mondta Felföldi László megyés püspök az igazságszolgáltatásban dolgozók számára megtartott mise kapcsán. Az évente megtartott ünnepi szertartásra először 15 esztendeje került sor, amikor az ügyészség egy fiatalon elhunyt munkatársára emlékeztek. Azóta minden évben megszervezik ezt az alkalmat, melyre ma már minden a szakmában dolgozót várnak. Nagyon sokszor a döntéseink, amikor a másik, a közösség, az élet igazságát nem tartjuk komolyan szem előtt, hozunk olyan döntéseket, amelyek ugyanakkor a saját életünket is sebzik, és nagyon sokszor megkérdőjelezik, hogy akkor szabad-e mennem ezen az úton. Megítélése szerint azok, akik ítéletet mondanak egy ügyben, két áldozattal kerülnek kapcsolatba, a sértettel és az elkövetővel, aki egy rossz döntésének válik áldozatává. Nagyon sokszor ítéletet kell mondani, vagy eljárni kell olyan élethelyzetekben, ahol érzik, hogy az emberi méltóság, az emberi felelősség csorbult, vagy azok által, amit elkövettek emberek, és hogy mégiscsak segíteni és védeni kell mindenkit. Az ilyen döntések meghozatalához és annak belső kezeléséhez pedig szükség van annak is segítségre, aki adott esetben bűnösen nyilvánít a jog szerint valakit, aki tulajdonképpen áldozat. Mondta el álláspontját az egyházi vezetőt.